Városi körülmények között a fegyelmezettségnek egy nagyon fontos eszköze és együtt velejárója az, hogy pórázon vezetjük a kutyát. Mikor lehet bevezetni, mikor lehet elkezdeni ezt? Ez körülbelül 3 hónapos korban már tanítható a kiskutyának, sőt, egyesek már kicsit korábban is elkezdik, de ez nem azt jelenti, hogy 3 hónapos korban fölcsatoljuk rá a nyakörvet, rárakjuk a pórázt és elkezdjük rajta rángatni. Nem. A tanulás az úgy kezdődik, hogy valamilyen kis madzagot, valamit fölteszünk a nyakára a kutyának, hogy szokja azt a helyzetet, hogy a nyakát körbe öleli valami, ami mozgás közben azért mégis csak ő érzi, hogy ez ott van, ezt neki hozzá kell szoknia, és hogyha ezt már megszokta, akkor lecserélhetjük azt a madzagot egy nyakörvre, amely szintén rajta van folyamatosan. Ez a nyakörv szintén ugye egy más helyzet azért, mint egy egyszerű kis madzag, de ha ez is hozzászokott már, akkor ráakaszthatunk egy pórázt, és akkor ezen a pórázra elkezdhetünk azért menni. Nyilván az első néhány alkalommal azért nem tökéletes a dolog, kutya nem arra akar menni, rángatja a pórázt, stb. Stb. De az a tanulási folyamat, ami a póráznak a megszokás, a pórázon való sétáltatásnak a megszokásához vezet, ez rendkívül rövid szokott lenni. A kutya pillanatok alatt, vagy napok alatt, hetek alatt megszokja, megérti, hogy ez tulajdonképpen nem csak egy békjó, hanem az ő védelmét is szolgálja, hiszen a városban való közlekedés az nem egyszerű dolog, az ember nyilván ezt jobban látja, érti, tudja, védi a kisállatot, és ennek az egyik eszköze a póráz.